Sziasztok, jó napot kívánok! Én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy napi derű címén miről szóljon az én kis videóm. És arra jutottam, hogy írtam egy bakancslistát, hogy mit fogok a járvány ideje alatt megcsinálni. Az első az, én most költöztem nemrég, és egyébként nagyon élvezem ezt a feladatot. Lassan most már minden a helyére kerül. Nem tudom már hová rakni! A második pont az, hogy újra tanulok hegedülni. A harmadik pont az, hogy megtanulok főzni, azért ilyen kisebb dolgokat eddig is tudtam. Abonett, light vaj, paradicsom. Abszolút, tényleg csak természetes alapanyagú dolgokat fogyasztok. Jót tesz a bőrömnek. A negyedik pont az edzés. Nem szabad kiesni a formából. A következő a nyelvtanulás. Aztán szeretnék felkészülni egy kutyának az örökbefogadására. Ül! Jó kutya! További fontos pont, hogy éneklés minden egyes nap. Hogy azért edzésbe maradjon a hangom. Játék. Én nem akarok megvádolni senkit, de szerintem te vagy a gyilkos. Ebbe sikeres vagyok, úgy érzem. Nagyon sokat gondolkoztam egyébként, és nagyon sok mindenre rájöttem, rengeteg mindent megfigyeltem, és arra jutottam, hogy eddig nem volt időm gyereknek lenni. Úgyhogy ehhez tartom magamat, most megyek, és így fogom kitakarítani a konyhát. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, puszi!